Egyesületünk történelmének eddigi legnagyobb mérföldkövéhez értünk. Felnőtt férfi futsal csapatunk első nemzetközi idényében veretlenül jutott Európa legjobb 16 együttese közé. Mesterünk Huera Calvo mesél az idáig vezető útról. 3 éves előtt, amikor ide jöttem, akkor az volt a terv, hogy nyerünk a bajnokságot, és utána jó szerepelünk a UEFA-ban, Európa-ban. És szerencsére van sok munka mögötte, persze. Nagyon csináltunk idén, Albániában és Máltában. És most az biztos, hogy majd találunk a pályán a legerősebb ellenfelek, de szerintem az elvezni, mert szerintem az nagyon nehéz, hogy ott leszünk, csak az utolsó 16 csapat van Európában ott lesznek, és szerintem az a legfontosabb, hogy élvezünk, és csináljuk, ami gyakoroltunk, ami csináljuk egyszerűen és meccseken, mert csak így az lehet utána valami jó ünnepelni. Vezetőedzőnk részletesen beszélt ellenfeleinkről is, szakmai szemmel ad bepillantást ellenfeleink erősségeiről. Benfica lesz az első meccs, és az biztos, hogy all-in lesz a Benfica, mert valószínűleg az a legerősebb ellenfel, és akkor azt kell nyerni őket, ha akarunk tovább jutni. Akkor ez majd próbáljuk, persze, tudunk, hogy az nagyon nehéz, de majd próbáljunk biztos, és Benfica az csapat, aki minden szituációban dominálnak, vannak a jó fiatalok, vannak nagyon rutinos, és ami vannak játékos, aki minden már nyernek, és szerintem minden szituációban az nagyon erős, de minden csapat, mindig van valami, ami nem nagyon jól csinálnak, akkor az, ami majd próbáljuk ott nagyon jól játszani. És utána Levante az egy csapat, aki nagyon gyors játszik is, jól védekeznek, sok variáció van a támadásban, sok taktikaiban dolgoznak, amikor támadnak, akkor biztos, hogy az nagyon nehéz meccs lesz is, de érzem, hogy attól függ, mit csináljuk első meccsen, akkor talán van esze is. És utána utolsó meccs lesz Huracán ellen, mindenki ismerünk a ukránok, nagyon gyors játszanak, van minőségi, nagyon agresszív védekeznek, és okay, az a papírban ők lesznek a harmadikán, és mi leszünk a negyediken, de benne biztos vagyok, hogy amikor kezdünk a Benfica ellen, akkor így nem gondoljuk. Drót Zoltán már nyert bronzérmet a Bajnokok Ligájában a Rábaltóval, pedig a Benfica ellen is pályára lépett. Ráangolódás gyanánt kértük, hogy idézze fel, melyek voltak ezeknek az élményeinek legmeghatározó pillanatai számára, és milyen tanulsággal szolgálhatnak a mostani erőpróbát tekintve. A legnagyobb siker ugye a Kárlátal, amikor hazai környezetbe ugye a Final Four-ba jutottunk, ahol harmadik helyzet szereztünk ugye saját közönség előtt, ahol a harmadik helyért érrugtam az első büntetőt, és sikerült berúgnom, talán a BL-ben ez az élmény, ami így egyből eszembe jut, ez egy hatalmas siker volt, van is otthon egy csodálatosan szép bronzérmem, úgyhogy erre nagyon, nagyon büszke vagyok azon a meccsen a büntetőt is, és egyébként a mérkőzésen gólt is szereztem. Úgyhogy ez talán a legnagyobb élmény, de nagyon szép élményem vannak a Győrrel is. Egyébként ugye volt egy Benfica meccs a Győrrel, ahol egy 3-3-as döntetlet tudtunk elérni, ami akkor egy hatalmas dolognak számított, és ha jól emlékszem, az utolsó másodpercet szereztük a gólt, és azzal lett 3-3. Úgyhogy tényleg van nagyon sok olyan élmény, ami nagy csapatok ellen sikerült, és tényleg esélytelenebbként sikerült nagyon jó eredményt elérni.
Drót Zoltán hosszú ideje tartó sikeres pályafutása során először kamatoztathatja tapasztalatait a csapat kapitányi szerepkörben, és segítheti kiváló játékosainkat a Bajnokok Ligája küzdelmeiben. Nekem is ez egy új szerepkör, a csapatkapitányi pozíció. Szerencsém volt, hiszen nagyon-nagyon jó csapattársaim voltak, nagyon jó csapatkapitányoktól tanulhattam, akik tényleg az ilyen nehéz szituációban át tudják segíteni a csapatot. Tényleg a világ legjobbjaitól tanulhattam, úgyhogy próbálom ezt a fiataloknak, a csapattársaimnak ezt súlykolni és segíteni nekik, és hát nagyon-nagyon bizakodóak vagyunk, hogy ez jól fog elsülni. December 1-én szerdán 21 órakor lépünk először pályára a Bajnokok Ligája elitkörében. A házigazda Benfica ellen kezdünk Lisszabonban, majd másnap jön a spanyol Levante elleni párharc. Végül szombaton az ukrán bajnok Uragan Gárdájával nézünk farkasszemet. Szurkolóink minden mérkőzést élőben követhetnek közösségi oldalainkon, megtalálhatóak lesznek a közvetítések elérhetőségei, valamint exkluzív fotókat és videókat is láthatnak majd utazásunkról. Hajrá, Hali!